Ebben a bankban összesen 25 milliárd forintot fektetett be egy jegybanki alapítvány, az ország egyik legkisebb pénzintézetében, amely Matolcsy György unokatestvérének az érdekeltsége. Ebből a könyvből pedig 2500 darabot vásárolta a jegybank elnök vezette másik alapítvány 14 millióért. A címe Válogatás Matolcsy György heti válaszban megjelent írásaiból. Néhány tétel, amelyet az alapítványok egy hónapja hoztak nyilvánosságra, miután a kúria kimondta, hogy közpénzt költenek. Most a Publikus Intézet közvélemény kutatása szerint az emberek kétharmada úgy gondolja, felesleges dolgokra ment el a pénz. 58% szerint a jegybank elnöknek távoznia is kellene. Matolcsy György amúgy két hete a Magyar Nemzet lemondását firtató kérdésére azt mondta, nemhogy nem tervezem, de nem is értem a kérdést. Önök, a liberális ellenzék, 3 hónapja politikai támadást folytatnak, visznek a Magyar Nemzeti Bank a Magyar Jegybank ellen. Ez botrányos. Önök a politikai támadás trükkjeként blöfföket alkalmaznak. A friss közvélemény kutatás szerint Matolcsy Györgynek a Fidesz szavazók 39%-a szerint is le kellene mondania, 36%-kal szemben, akik szerint maradhatna. A kormánypárt parlamenti frakciója viszont azzal érvel, hogy Matolcsy György nyereségessé tette a Nemzeti Bankot, amely támogatja a kormány gazdaságpolitikáját és alacsonyan tartja a hitelek kamatait. A Fidesz-KDNP úgy gondolja, hogy Matolcsy György jól végzi a munkáját, úgyhogy semmi oka nincs arra, hogy ezt a munkát ne folytassa. Tehát azt mondja, hogy a szavazóikat meggyőzik arról, hogy Fidesz-KDNP úgy gondolja, hogy ezt a munkát. Én úgy gondolom, hogy ezek az eredmények, amit az előbbiekben felsoroltam, ezek egyértelműek, úgyhogy ha ezeknek az információknak bárki a birtokába kerül, akkor láthatja, hogy egy bank elnöknek semmi oka nincsen arra, hogy lemondjon. A demokratikus koalíciónál azt mondják, Matolcsy Györgynek inkább a közpénzekkel kellene megnyugtatóan elszámolnia. Olyan hiteleket adtak magánembereknek, amely elfogadhatatlan, olyan ingatlanokat vásároltak, offshore cégekkel üzleteltek, amely elfogadhatatlan. Éppen ezért ezeket az alapítványokat meg kell szüntetni, és az alapítványok létrehozója, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Matolcsy György pedig mondja le. Kerestük a jegybankot és a jegybanki alapítványokat, hogy megkérdezzük, nem érzi-e úgy Matolcsy György, hogy megingott iránta a bizalom, de egyelőre nem válaszoltak.